Szepesi Nikolett, Európa bajnoki harmadik úszónő. Prűd vagy, vagy őszinte? Hát prűd semmiféleképpen sem, hiszen én a Szexmániással címmel írtam könyvet, inkább őszintének mondanám. Akkor tudsz őszintén a számok nyelven is beszélni? Hát így visszaolvasva a könyvemet, nem mennyiségre kell gondolni egyébként, tehát maga a történetek azok szaftosak. Hát mikor megérkezett a felkérés, én először nem nagyon értettem, hogy hogy kerülök a képbe, esetleg rólam is van egy fejezet. Reméltem, hogy nem a két percesek között, bár látom, hogy te 6 perceseket írsz. Tehát, hogy jó mész, akkor nem sokára önként utoléred. Hány éves voltál, amikor először zaklattak az uszodában? 12 és 14. Hányszor fordult elő? Hát az számügyileg már arra nem emlékszem. Egy párszor, tehát nem kell hatalmas mennyiségre gondolni. Nagyon nehéz hetek és hónapok várnak rád. Az őszinteség az fáj, és ez a könyv nagyon őszinte. Hány fenyegetés érkezett? Hát ezt nem nevezném fenyegetésnek, egyetlen egy telefont kaptam, egy személy magára vért ismerni, de mondtam neki, hogy nem ő az, és igazából ennyivel ki is elégítettük a témát. Azóta azért kaptam innen-onnan egy kicsit, de ezek nem fenyegetések, hanem csak hozzászólások. Ezért van itt 2 darab kétajtós szekrény? Hát nem a barátaim, bár még lehetnek azok. Hát őket a kiadom kérték mellém. Egy jó sztori. Jó filmet is lehet belőle forgatni. Ugye mindenki tudja találgatni, hogy kik azok a figurák, akikről szól, hogy ezt jó időben írtad ezt a könyvet, azt nem tudom. A könyv azért íródott, mert tudatni akartam az országgal azt, hogy mi zajlik ebben a sport közösségben, illetve azon belül a magyar úszósportban. Kicsit megfűszereztük egy kis szexel. Tudnunk kell azt, hogy minden nőben jelen van a prostituált. A férfiak gyűlölik ezt a nőbe rejtőző prostituáltat, és egyben imádják, és áldoznak előtte. De a nőnek a benne rejlő prostituálton kívül rengeteg pozitív tulajdonsága van. Anya lehet, családot tart egybe. Jelenleg párkapcsolatban élsz. Azóta... Hogy megcsaltam volna a páromat? Nem, szó sem lehet róla. 3,5 éve élünk együtt, tehát komoly párkapcsolatom van. És szeretném is ennyivel befejezni, kielégíteni ezt a témát.